Testvéreim, bizonyára voltatok ti is úgy, hogy egy jól ismert ige és történet egyszer csak mást mondott, mint amit addig. Valahogy kibontakozott előttetek, kinyílt, sokat mondott, megszólított. Én pár héttel ezelőtt voltam így, egy kazettán ige hirdetést hallgattam, és hát nem tudnám elmondani, hogy miről szólt maga az ige hirdetés, ez nem maradt úgy meg bennem. Egy gondolat, egy fogalom volt az, ami megszólított, akkor úgy szíven ütött, és azóta is úgy hordoztam ezt magamba, és amikor most e héten készültem, akkor ez a gondolat jött elém. Ahogy említettem is, nem tudom magát az ige hirdetésnek a tartalmát, ami megszólított, az a kifejezés volt, hogy Isten tágas térre helyezi az övéit. Tehát ez a két szó, hogy tágas tér. Miért is szólított meg annyira? Hogy gondolkodunk mi erről? Hogy gondolkodunk mi a kereszténységünkről? Hogy gondolkodnak rólunk az emberek a mi hívő életünkről? Legelőször is talán erre keressünk választ, hogy gondolkodik felőlünk a világ. Nem tudom, ismerősek lesznek-e ezek a kifejezések, vagy talán ti is még kipótolhatnátok más szavakkal, kifejezésekkel, hogy törvényeskedők vagyunk, sokszor begyöpösödött gondolkodásúak, semmit se szabad nektek, nem lehet így élni a világtól ennyire elrugaszkodva, így nevelni a gyermekeiteket is. Nem tudom, hogy ismerős szavak-e, vagy kifejezések ezek, találkoztatok-e már ti is ezekkel. De mielőtt visszaminősítenénk azokat az embereket, akik ezt mondják nekünk, és azt mondanánk rá a Szentírás szavaival, hogy érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének a dolgait, mert bolondságok néki, előtte azért gondolkodjunk el azon, hogy van-e ezekbe a kifejezésekbe valami igazság, hogy így lát bennünket a világ. Hogy nincs-e valami valóság alapja ezeknek a negatív megjegyzéseknek. Mert ugyan úgy éljük-e a mi keresztény életünket, hogy tágas téren járunk. Mit jelenthet ez, hogyha lefordítanánk? Van-e öröm az életünkbe? A terhek, a próbák, a problémák fölé tudunk-e emelkedni? De a zsoltáros használja ezt a kifejezést. Az a zsoltáros, aki maga azt is elmondja, hogy járt a halál árnyékának völgyébe, akiről egy másik könyvben, másik bibliai könyvben, nem a zsoltárokban az van feljegyezve, hogy saját népe, saját katonái meg akarták kövezni, mert annyira elkeseredettek voltak, és ő megerősítette magát az Úrban. Tehát egy olyan valakinek az igéjét fogom most tolmácsolni, aki nem a felhők között járt, tehát nem problémamentes volt az élete, hanem sokat küzdött, és sokat menekült, és mindenféle élethelyzetben volt része. Mégis ezt mondja Dávid a 118. Zsoltár 5. versében, szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott, és tágas térre tett engem az Úr. Olyan szép maga ez a gondolat, ez a kifejezés is, hogy az Isten kiemel bennünket, megsegíti az ő népét virradatkor, megsegíti nem kis segítséggel. Sok-sok bibliai kifejezést találhatnánk a Szentírásba, mint ahogy Dávid azt mondja, hogy szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott, tehát az ima tapasztalat, és azt mondja, ennek következménye volt, hogy tágas térre tett engem az Úr. Tehát meglett az ima meghallgatásnak, az Istenhez való fordulásnak a gyümölcse.
azt mondhatjuk, hogy fizikai értelemben is teret adott az Isten az embernek. Csak gondoljunk arra, hogy Ádámot és Évát is hova helyezte, adta nekik az Éden kertjét, hogy ott szorgalmatoskodjanak, munkálkodjanak, tehát kaptak egy teret az Istentől, de ez utána az ő népére nézve is érvényes, az Ószövetségi népre is. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten terve, szándéka az volt, hogy felvigye őt arról a földről, mármint a fogságának a földjéről, Egyiptom földjéről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Tehát itt is ez a kifejezés fordul meg a Szentírásba, Mózes második könyve harmadik részének a 8. versébe, hogy Isten tágas helyet készített az ő népének. Itt azt mondhatnánk, hogy ez egy fizikai gondoskodás volt, de ugyanezt tapasztalhatjuk meg az Isten részéről lelkiekben is, amikor az ő áldásait készíti számunkra. Jakab apostol a levelében beszél kétféle hallgatóról. Egyrészt olyanról, aki feledékeny hallgató, aki meghallja az Isten üzenetét, és elmegy és elfelejti, de beszél olyan hallgatóról, és bárcsak ilyenek lennénk mi is, akik elviszik magukkal az Isten üzenetét. Akikről azt mondja Jakab apostol első részének a 25. verse, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Tehát az Isten egyenes ösvényt készít nekünk, tágas teret, nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy mi az ő akarata, rendelete, nem homályos beszédek ezek, hanem azt mondja az íge, hogy mi szembesülhetünk a szabadság tökéletes törvényével. Tehát itt nem a tágas teret fejezi ki nekünk ez az íge, nem ezt mondja, de tulajdonképpen, amikor arról beszél, hogy szabadságot készít az ő népének, a szabadság tökéletes törvényét adja az ő gyermekeinek, akkor valami olyan valóságos jóról beszél nekünk az Isten ígéje, amit mindannyiunknak ad. Ugye sok ígét említhetnénk, ugye amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy szabad választást adtam neked, teret adtam a te döntéseidnek, elődbe adtam az életet és a halált, és csak tanácsollak, csak üzenem neked, vágyok rá arra, hogy a jót válaszd, az életet válaszd, mert élhetsz általa. Mint ahogy itt is mondja az ígében, hogy ha az Isten tökéletes törvényébe nem csak beletekintesz, hanem éled azt, akkor cselekedet követője lévén boldog leszel. Az Isten valami jót nyit ki számodra, nem bezárja az ajtókat, mint ahogy sokszor esetleg mi is gondolkodhatunk így, hogy tényleg, hogy ez se szabad, az se szabad, vagy gyermekeink, fiataljaink is gondolkodhatnak így, hogy annyira más a keresztény élet, mint a világ, a világ döntései, választásai. És azt mondja az Isten, hogy nem, én egy utat nyitok ki előtted, egy boldog, egy kiteljesedő életet, hogyha mellettem döntesz, mert azokat a választásokat, amik előtted vannak nap mint nap, helyesen használod, akkor boldog leszel, az igazi boldogságot fogod megtapasztalni. Mégis kell mondjuk, hogy olyan könnyen csúszunk el valamilyen irányba. Szintén a Zsoltáros mondja, hogy tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. Tehát szükség van erre, hogy keressük az Isten vezetését, iránymutatását, mert mi olyan könnyen jutunk tévútra, rosszul döntünk, a mi választásainkat nem helyesen hozzuk meg. Ezek szerint az
parancsolatainak megtartása. Ahogy a Zsoltáros mondja, hogy az Isten kinyit előttünk valamit, nem beszűkíti az ember, hanem megnyitja és gondolkodóvá teszi. Ugye két dologba vádolnak, vagy két dolgot mondanak ránk az emberek. Egyrészt a gondolkodásunkat, hogy mennyire más úton, módon gondolkodunk mi, ahogy a világ gondolkodik. Isten terve szerint az embernek nem indulatai alapján kell döntenie, hanem a bizonyítékok súlya szerint. Tehát az Isten nem azt mondja az embernek, hogy gyere, kövess engem, és vakon higgy el mindent, és amerre vezetlek, úgy gyere utánam, hanem az Isten azt mondja, hogy vizsgáld meg, gondolkodjál el rajta. Tehát nem elhomályosítja a mi gondolkodásunkat a hit és az Isten útja, mint ahogy sok ember véli egy hívő emberről, hanem inkább sokkal inkább gondolkodóvá tesz bennünket, megnyitja előttünk az igazság keresésének és követésének az útját. Ez az egyik dolog, amikor a gondolkodásunkról van szó, hogy nem fordulunk szembe a világgal. A másik, amikor az emberi kapcsolatainkról van szó. Hogy azokat sem szűkítenünk kell nekünk, azokat sem úgy kell megéljük, hogy szembe fordulunk a világgal, és immár csak magunknak élünk, és a mi saját kis köreinkben gondolkodunk, és tartjuk fel a kapcsolatot. Egy keresztény ember nem leszűkíti a kapcsolatait, és magának valóvá válik, hanem kinyit az emberek felé. Ahogy a Biblia tanulmányban is tanultunk róla, hogy világvilágosságává válik. És ahogy egy másik bibliai példa is beszél arról, hogy sóvá is, a föld sójává. És Ellen White-tól idéznék egy mondatot, akkor azt mondja, hogy bele kell vettessünk a világ ínségének barázdájába. Ez csak akkor működik, hogyha a közösséget tartunk fenn emberekkel. Ha nem kivonulunk a világból, hanem azt éljük meg, amit Jézus mondott a búcsú beszédeibe, könyörg és az atyához való imádságába is, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus tudta, hogy az ő gyermekeit itt hagyja a földön, és olyan körülmények között, olyan közegbe, ami más lesz, mint amit ő árasztott addig magából. És itt egy kis megállás, vagy egy kis kitérő lenne, és egy eheti élményemet szeretném elmondani nektek, ami számomra nagyon sokkoló volt. A gyermekeim már tudják, mert velük megosztottam. Egy bizonyos ügyintézés kapcsán a városnak egy olyan pontján tartózkodtam e héten, hétfői nap, amikor elvonultak előttem az iskolába az évnyitóra igyekvő fiatalok. És mivel 8 órakor kezdődött az ügyintézés, én lehetőségem volt egy fél órán keresztül, mivel egy fél órával hamarabb oda mentem, látni az elvonuló ifjakat. És csak azt tudom mondani, hogy rám sok hatással hatott, ami elvonult előttem. És végig mértem, hogy a mi fiataljaink és gyermekeink milyen közegbe élnek. Hogy mennyire benne vannak úgymond az élet sűrűjébe. Mert nem volt vonzó az a látvány, ami elvonult előttem. Azok a fiatalok, akikre úgy rá van írva, hogy csak a mának élnek, csak a szórakozás, a külsőség, a haveri barátkozás, a szerelem,
ez, ami érdekli őket, és ezen túl semmi más. Bárcsak tévednék, és bárcsak ne a külsőből ítélve, sokakra más lenne jellemző, de ez olyan töményen érintett, mert azt kell mondani, hogy legalább 100-150 fiatal ott akkor abban a fél órában elvonult előttem. És az fogalmazódott meg most a szülők felé, hogyha van ideje annak, hogy mi könyörögjünk a gyermekeinkért, akkor ideje van. Ha van ideje annak, hogy sokat töltsünk a mi térdeinken, és az Isten elé vigyük fiataljainkat, gyermekeinket, akkor ma egy olyan világba élünk, amikor ennek nagyon-nagyon itt van az ideje, hogy az Isten befolyását kérjük rájuk, hogy mi magunk is olyan befolyást tudjunk árasztani családban, itt a tágabb családban, a gyülekezetben, hogy az isteni befolyás érintse őket, és tudjanak majd Mózesek lenni, hogy tudjanak Józsefek, sok-sok Dánielek, akkor, amikor nekik is meg kell hozniuk a személyes döntéseiket. Talán csak azért tettem most ezt a kis kitérőt, hogy lássuk, hogy nem könnyű beleelegyedni a világínségének barázdájába. Úgy élni valahol a napjaikat, a napjainkat, hogy a világ sűrűjébe vagyunk benne, és annak a rontó és ártó befolyása az, ami árad bőséggel ránk. Ahol csak úgy lehet megállni, hogyha az isteni befolyás az, ami felülkerekedik, ahol csak úgy lehet megállni, hogyha az ember nap mint nap az Istennel élő közösséget tart, és akkor majd nyilvánvalóvá lesz számára az, hogy különbséget fog tudni tenni jó és rossz között, igazság és hamis között, és ez sem elég, mert sokszor az ember látja, hogy mi az igazság és mi a hamisság, és mégis, ahogy az íge mondja, hogy annyira von és annyira édesget a kívánság, a bűn, a világ, hogy az ember nem tud megállni és nemet mondani. De mégis ez a feladatunk és ez a küldetésünk, és olyan kegyelem, hogy Jézus nem csak akkor mondta el azt az atyának, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, hanem hogy most nekünk egy olyan főpapunk van, aki most is ezt teszi. A mennyei szentek szentjébe könyörög értünk, könyörög gyermekeinkért, könyörög minden emberért, akinek a lelkében megfogan a jóra való készség, a vágyakozás, az igazság után, az igazság követése után. Azért is kell, hogy könyörögjünk, hogy lássuk meg mindig, hogy hol a határ. A tágas tér sokak számára jelenti a mindent belefér. Akár még a kereszténységben is, hogy csak a szeretet a fontos, és ez a lényeg. És szintén egy heti élményemet mondanám el, és ne haragudjatok, de ezek most annyira hatással voltak rám, egy vallási fél órát hallgattam a rádióban, és ott pedig arról szólt az összeállítás a vallási fél órában, hogy tulajdonképpen, hogy semmi más nem érdekes, szeressük egymást. Egy ilyen katolikus zarándoklaton vettek részt fiatalok, és hogy abba mennyire jól belefér az, hogy vannak koncertek, és vannak bulizás, és jól érzik magukat, és hogy utána azok a fiatalok, akik ott nagy erővel tombolnak és kibulizzák magukat, azok a fiatalok utána ott rögtön le tudnak csendesedni, és hogy az áhítatosságba is mennyire részt tudnak venni. Ez is úgy fejen kólintott engem, hogy mennyire alattomosan dolgozik Sátán. Nem azt mondja, hogy ember, ne is keresd az Istent, ne foglalkozz a szent dolgokkal,
Ugye ma ezt látjuk a világban, hogy egyre inkább vallásossá válik a világ, és egyre inkább ebbe az irányba megy a tendencia, hogy az emberek legyenek templomot járók, és ahogy a Szentírás megfogalmazza, hogy a kegyesség látszatával nyugodtan élhetsz, ember. Nem ettől akar megóvni bennünket Sátán. Sokkal inkább el tudja a kegyesség látszatával bíró embert altatni, mint azt az embert, aki úgy lehet, hogy benne van az élet sűrűjébe, de keres valami után, mert érzi a hiányt, a szükségletet, nem elégíti ki az, ami a világban van. Tehát azért higgyél is egy kicsit. Nem baj, ha kibulizod magad, csak utána egy kicsit csendesedj le. Ugye mennyire más az, amit a Szentírás mond nekünk. Mennyire tisztán kell, hogy lássuk, hogy hol a határ az igazság és a hamisság között. Amikor kerestem a Szentírásba a tágas szó értelmeit, hogy hol találkozhatunk a tágas kifejezéssel, akkor a konkordanciában megtaláltam ennek negatív vonulatát, negatív kifejezését. Ugye beszél a Szentírás a hegyi beszédben arról, Jézus azt mondta, hogy tágas az a kapu, és széles az az út, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. És keskeny az az út, szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és hogy mi kevesen vannak, akik megtalálják azt, akik azon járnak. És akkor ezen gondolkodtam, hogy nincs-e akkor ebbe ellentmondás. Ugye az Isten azt mondja, hogy tágas térre akarja az ő gyermekeit helyezni. És itt azt mondja a hegyi beszédben Jézus, hogy hát ha tágas úton haladsz, ember, a környezeteddel, a rontó befolyással, annak nem jó a végcélja. Lehet, hogy itt vannak időszakos, jól érzem magam állapotok, de maga a végcél, a szembesülés, az nem jó. De úgy gondolom, hogy mégsem mond itt ellent egymásnak az ige. Tehát amikor arról a tágasságról beszél, amit az Isten szán az ő gyermekeinek, arról az örömről, arról, amikor részünk van az ő jelenlétének a megtapasztalásában. Amikor szól hozzánk az Isten igéje, amikor úgy érezzük, hogy ez most nekem szólt. Amikor megtapasztaljuk az ima meghallgatást. Amikor ad nekünk örömöt és békességet, ami nem e világból való, hanem fölülről való békesség. Amikor esetleg megéljük azt, amit a már idézett 23. Zsoltárba is mondja Dávid, hogy az ember járhat a nyomorúságba, a szenvedésbe, a halál árnyékának völgyébe is, de tudja, hogy mégis ott vagy. Tehát az a biztos tudat, hogy van kapaszkodóm az életbe. Jöhet akármilyen nehézség, megpróbáltatás, szenvedés. Elmondhatom, hogy én tudom, kinek hittem. És most ugyanahoz a valakihez fordulhatok teljes hittel és teljes bizalommal, akkor úgy gondolom, hogy ez igenis erre nézve igaz, hogy az Isten tágas teret ad az ő övéinek, az ő gyermekeinek. A zsidó népre, az ő állapotukra térnék még pár szóba vissza. Az Isten nekik is adott korlátokat. Adott olyan törvényeket számukra, amelyek a boldogság, amelyekben való járás nekik is a kiteljesedett életet, a boldogságot jelentették volna, de sajnos nem éltek ezzel. És mivel érezték a hiányt, az űrt az életükbe, ezért mit tettek? Nem elégedtek meg az isteni törvényekkel, hanem, ha szabad ezt a kifejezést használnom, akkor gyártottak még maguknak törvényeket, rendelkezéseket. Sokat-sokat.
Mire Jézus eljött és ott járt a zsidók között, akkor az élet minden területét a különböző paragrafusok befolyásolták. Kis túlzás az, hogy a légvételt nem befolyásolták, de hogy hányat léphet szombatnapon, és hogy hogyan adjál a mentából, a kaporból, a legapróbb dolgokból is tizedet, ez mind-mind betöltötte az ő életüket. És miért? Miért nem találták meg az Isten üzenetébe, az ő egyszerű, tiszta, világos rendelkezéseibe azt a határvonalat, ami az ember számára védelem? Ugye ugyanarra a dologra tekinthetünk kétféleképpen. Egy kerítésre, egy korlátra tekinthetünk úgy, hogyha bent vagyunk, hogy nagyon szeretnék kimenni. Ácsingózok azután, ami ott kívül van, és nem örülök annak, hogy létezik ez a korlát, mert behatárolja az én területemet. De tekinthetek erre a korlátra úgy is, hogy ez az Isten védő, óvó fala körülöttem. Mert ott olyan világ van kívül, amiben valamilyen szinten részt kell vegyek, de hogyha ezt a korlátot az én belső világomra, az én lelki világomra nézve érvényesnek veszem, és azáltal élek, akkor ez meg fog engem védeni abba a gonosz világban, azok között a befolyások között is, amikről szóltam. Az ezekben való járás, tehát az Isten törvényében való járás nem adta meg számukra a tágas téren való járás örömét, és ezért szaporították mind jobban és jobban ezeket a törvényeket, hogy mi szabad és mit nem szabad. Pedig a megoldás, a gyógyszer máshol volt és van. És ne csak a zsidókra gondoljunk így, hogy ők ezt tették, hanem vizsgáljuk felül a saját magunk életét is. Két idézetet szeretnék majd elolvasni a Jézus életéből, hogy mennyire ránk nézve is igazak ezek a gondolatok. Ha valaki jegyzetel a Jézus élete 134. oldaláról és 226. oldaláról fogok olvasni. Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. A szív forrását kell megtisztítani, mielőtt a víz tisztán csörgedezhet belőle. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyesség beburkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a változást csak is a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre. Azt mondja itt a bizonyságtétel, hogy nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. Mi próbálhatjuk azt, hogy pofozzuk egy kicsit, kívülről kifessük, kimázoljuk, kikőporozzuk, de ahogy Jézus egy beszédében, egy figyelmeztető tanításában beszélt a zsidóknak az ő állapotukról, hogy meszelt sírokhoz vagytok hasonlók, ami kívülről szépek, de belülről telve vannak mindenféle rothadással és undoksággal. Azt olvastam itt, hogy lehetetlenséget kísérel meg az az ember, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Aki akár kevés törvényt, akár mindenfajta törvényt és paragrafust megtartva próbál szent és igaz lenni.
nekünk valahol máshol keresni, kell keresni a megoldást. A törvény azt mondja Pál apostol, hogy Krisztushoz vezérlő mesterünk élet. Tehát azért adattak ezek, hogy lássuk meg annak fényébe a mi nyomorúságunkat, lássuk meg azt, hogy mennyire gyengék és semmik vagyunk, és forduljunk ahhoz, aki képes megszabadítani bennünket a mi bűneinkből. Másik idézet a 226. oldalról. Jézus arról beszélt, hogy senki sem tölti az új bort ótömlőkbe, mert különben az új bor megszakítja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Az új bor tárolására használt bőrtömlők egy idő után kiszáradtak, megmerevettek, s már nem feleltek meg az eredeti célnak. Ezzel a közismert példával mutatta be Jézus a zsidó vezetők állapotát. A papok, írástudók, vezetők leragadtak a ceremóniák, hagyományok kerékvágásában. Szívük összezsugorodott, mint a kiszáradt bőrtömlők, melyekhez Jézus hasonlította őket. Amíg megelégedtek a jogszerű vallással, addig lehetetlen volt, hogy a mennyei élő igazság letéteményesei legyenek. Saját igazságukat tökéletesen kielégítőnek hitték, és nem vágyakoztak arra, hogy új tényezőt hozzanak vallásukba. Istennek az ember iránti jó akaratát nem valami rajtuk kívülálló dologként fogadták el. Összekapcsolták a saját jó cselekedeteik révén szerzett érdemeikkel. A szeretet által munkálkodó, lelket megtisztító hit semmilyen ponton nem egyesülhet a farizeusok vallásával, amely emberi parancsokon, szertartásokon alapszik. Hiába való erőfeszítés lenne egyesíteni Jézus tanításait a bevett vallással. Isten éltető igazsága, akár az erjedő bor, szétszakítja a régit, tönkreteszi a farizeusi hagyomány tömlőjét. Testvéreim, nem-e valahol itt is keresendő a mi életünkbe az a nyomorúság, hogy mi töltögetjük újra és újra az Isten beszédét azokba az ótömlőkbe? Kapjuk az Isten személyre szóló tanítását, megszólítását, amely lehet, hogy meg is remegteti a szívünket. És sokszor elmegyünk, és elfelejtjük, hogy mit hallottunk itt, vagy mit olvastunk a belső szobánkba, és újra megyünk és töltjük a régi tömlőbe az új bort. Ahelyett, hogy engednénk, hogy az a tömlő szétszakadjon. Itt ezt egyénileg kell feltennünk saját magunknak ki a kérdést, hogy nem-e lenne itt az ideje a tömlők szakadásának? Nem-e lenne itt az ideje annak, hogy az Isten teljesen megújítsa az életünket? Hogy mi ne farizeusi keresztények legyünk? Hogy ne úgy megszokva fogadjuk el ezt, hogy mi Laodicea népe vagyunk, és már X esetben hallottunk erről igehirdetést, és úgy elfogadjuk, hogy igen, ez ránk nézve igaz, hogy mi gazdagoknak tartjuk magunkat, megelégedetnek, holott semmik vagyunk, holott üresek vagyunk. Hogyha oda kell állni az Isten elé, akkor nem tudunk mit vinni magunkkal, mert külsőség, formaság az, és emberi harc és emberi küzdelem, ami jellemzi a keresztény életünket, amire itt határozottan azt mondják ezek a gondolatok, hogy erre nem építhetünk. Ne gondoljuk azt, hogy valamikor csak egyszer majd úgy ébredünk, hogy ma már sikerül az, ami nem sikerült tegnap, ugyanezekkel az eszközökkel és módszerekkel.
Ugye itt pszichológustól hallottuk egyszer, hogy ami a gyermeknevelésben nem sikerül százszor, azt nem érdemes megpróbálkoznunk százegyszerre is ugyanazt a módszert. Nem ugyanígy vagyunk-e a mi hívő életünkben, hogy itt lenne az ideje könyörögni az Istenhez, hogy szakítsa meg azokat a tömlőket az életünkbe, hogy láttassa meg velünk nyomorunkat, és segítsen nekünk úgy odafordulni hozzá, hogy annak igazi megtérés legyen a gyümölcse és a következménye. Miközben azon gondolkodtam, hogy mely igék vagy ige szakasz adná vissza az elmondottak lényegét, a tágas téren való járás miben létét, Jób könyvéből jutott eszembe egy ige szakasz, amit most szeretnék is felolvasni nektek. Jób könyve 11. részében találjuk az idézett igét. Jób könyve 11. részének a 13. versétől kezdődően a 19. versig olvasom. Ha te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, mely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél, és nem félnél. Sőt, a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról. Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt, sokan hízelegnének néked. Gondolom, hogy ez az ige szakasz annyi mindent magában foglal, hogyha mi végre az Istenhez a mi szívünket felkészítenénk, és a mi kezünket sokszor-sokszor felé terjesztenénk. Ha éreznénk, hogy hatalom harcol értünk, dúl a háború, és ahogy Áron és Húr tartotta Mózes kezét, és Mózes sok ideig tartotta fönn a kezét, miközben dúlt lent a csata, és az Isten tudott győzelmet adni az ön népének. Olyan jó lenne, hogyha ez jellemezne minket is, hogy a mi kezünket az Isten felé terjesztenénk. Sokat, többet, és minőségi módon másképpen, mint ahogy eddig tettük. Könyörögve, és azt mondja az Isten üzenete, ígéje, hogy akkor megmutatná nekünk azt a hamisságot, ami a szívünkben van, megszabadítana abból, és itt már tényleg a tágas mezőkről, a tágas területről ír, hogy az Isten akkor ragyogóbbá tenni a mi időnket a déli fénynél, akkor hordozna bennünket az ő karjain. Adja Isten, hogy ez megvalósulhasson az életünkbe. Adja, hogy ez mindennapi tapasztalatunká váljon, az ő közelségének a megtapasztalása. Még pár gondolatot szeretnék arról szólni befejezés előtt, hogy Isten szabad választást adott az embernek. Ahogy említettem már ezt az ígét, elmondta, hogy válaszd az életet, hogy élhess, én csak tanácsollak. A történelem folyamán sokan csak küzdelmek, megpróbáltatások által, vagy akár még az életük veszélyeztetésével, vagy odaszánásával tudták az Isten útját járni. Ők lehet, hogy külsőleg nem azt tapasztalták meg, hogy az Isten tágas teret nyitott nekik. Ők csak belülről élték és tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor kívül harc,
de belül ott van az Isten békessége és oltalma. És nem szeretnék a történelem során több mindenre kitérni, csak egyetlen egy dologra. Emlékeztem, hogy a korszakok nyomában olvashatunk arról, hogy mennyire törékeny a lelkiismereti szabadság. Mennyire törékeny az, amikor lehet, hogy az Isten tágas teret nyit az embernek, lehet, hogy azt mondja, hogy ember, dönts úgy, ahogy akarsz. Én nagyon szeretném, ha mellettem döntenél, de az Isten fájón el kell hordozza azt, hogy emberek, tömegek, milliók, milliárdok nem mellette döntenek. És majd ezeknek az embereknek szomorúan kell szembesülniük azzal egykor, hogy valahol elhibázták. De most az Isten még küzd minden emberért, és szabadságot ad minden embernek, és ezt tette a történelem folyamán mindenkor. És ahogy említettem, voltak korok, amikor az embereknek nem élhették meg szabadon az ő vallásuk gyakorlását. Nem adatott nekik tágas tér. És ezek az emberek elindultak és mentek a új felfedezett földrészre, Amerikába, zarándokatják, hogy ott majd szabadon gyakorolhassák az ő hitüket. És ajánlom elolvasásra figyelmetekbe a Korszakok nyomának a 16. fejezetét, ami a zarándokatyákról szól. Hogy ezek a zarándokatyák megérkeztek, és örültek, hogy már nincsenek szorongatva az ő hitük gyakorlásába, és egyszer csak, nem tudom, hogy rajta kapták-e magukat, vagy nem, hogy ők ugyanazzal a vallási türelmetlenséggel élnek mások felé, amit ők elszenvedtek. Ők azért menekültek, hogy a hitüket gyakorolhassák, és most ott olyan törvényeket, rendelkezéseket hoztak Amerikába, rövid időn belül, hogy a vallási türelmetlenség újra fellángolt, és itt megemlíti név szerint, hogy az első kolónia felállítása után jött az új világba egy Rogers Williams nevű zarándok, és ő volt az, aki buzgón kutatta az igazságot, és lehetetlennek tartotta azt, hogy ha az Isten szabadságot adott az ember döntéseiben, akkor ember szabadságát korlátozza. És akkor rakták le tulajdonképpen az Egyesült Államoknak azt az alapzatát, a törvényének az alapjait, hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga a lelkiismereti szabadság. És tudjuk, hogy azóta sok-sok ember élvezte ennek hasznát, és hogy úgy is tekintettünk Amerikára, mint a szabadságnak a hazájára. De tudjuk a bibliai proféciákból, hogy ez nem lesz a végsőkig így, hogy nem lesz szabadsága minden embernek dönteni a jó és a rossz között. És tudjuk azt is, hogy ez az idő, látva az eseményeket, a jeleket, hogy ez hamarosan eljön. Ezek serkentsenek minket még inkább arra, hogy a mi szívünket felkészítsük, és kezünket az Istenhez terjesszük. Hogy amikor külsőleg a tágas tér bezárul, akkor legyen nekünk olyan közösségünk az Istennel, olyan belső bizonyosságunk és békességünk, hogy meg tudjunk állni minden helyzetben és minden körülmények között. És befejezésül egy Túrmezei Erzsébet verset szeretnék elolvasni. Néhány hónappal ezelőtt hallottam én ezt a verset először, és akkor nagyon, nagyon megszólított, de valahol a kereszténységünknek a lényege fogalmazódik meg ebben a pársorban. Átragyog-e rajtunk? Benéz a nap a templom ablakon. Átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a padsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva a szép mozaik templom ablakot,
a 12 sugárzó alakot. Aztán kérdez, legrosszabbkor talán, megkérdi, kik azok, édesanyám? Tart még az ige hirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdezőt súgva hirtelen egyetlen szóval csendesíti el, keresztjének. S hangzik tovább a prédikáció, szól az orgona, zeng az ének. Gyerekek, vetődik fel hittanórán néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztjének? Ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy igyekezettel töri a fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar újra aligha kap. A keresztjének olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki, igaz felelet. Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüssön ragyogjon a nap? Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket. Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés tovatűnő évek alatt, átragyog-e, átsüt-e rajtad, átragyog-e rajtam a nap. Adja Isten, hogy ezt feltegyük magunknak, ezt a kérdést, és hogy igen legyen erre a felelet. Amen.